Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, Antal Anikó vagyok, én fogom Önöket végig kalauzolni ezen a mai estén, és köszöntöm mellettem Boros Gyula idősügyi referens urat. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden nyugdíjas társamat. Ez a tegnapi műsor, ahol mindenkinek kinyitották a lelkét, ma a fülére is szükség lesz. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, érezzétek jó magatokat is. A tegnapi naptól három estére ismét megtelik a Városháza gyönyörű mediterrán udvara, szép korúakkal elsősorban, nem csak a 20 éveseké a világ, mondja a régi sláger. Így gondolta ezt Boros Gyula, idősügyi referens és a Senior Center is, hiszen idén ismét megrendezi az immár hagyományos kávéházi estéket itt a Városháza udvarán. A program Szegedváros önkormányzatának támogatásával jött létre, köszönet érte Szegedváros vezetésének és dr. Botka László polgármester úrnak. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szép nyári estén. Szeged megyei jogú város önkormányzata nevében. Örömmel jöttem és tettem eleget ennek a meghívásnak, márpedig mi itt most értékes zenét fogunk hallani, akkor az erősíti a szellemet, lelket és a testet. Én kívánok nagyon szép estét a mai napra és jó szórakozást mindenkinek. Ezzel a mai estével szeretnénk tisztelegni Szeged híres prímása Fehér Poldi előtt, akire méltán lehetünk büszkék, hiszen szegediként az 1889. évi világkiállításon kirobbanó sikert aratott, és elnyerte a népzenei első díjat és a világkiállítás diplomáját is. Szeretettel üdvözlöm kedves nézőket! A mai este Fehér Poldiról is szólni fog, a cigány, zsidó cigányról, úgynevezett zsidó cigányokról, ő primása. Fehér Poldi legnagyobb hírnevét azzal szerezte, hogy Dankó Pista már elég idős volt ahhoz, hogy beléphessen a párizsi világkiállításra 1878-ban Fehér Poldit és együttesét küldték ki, négyen mentek ki, olyan 3000 forint értékben nyerték meg az egyik arany fődíjat, ez egy arany koszorú volt, majd a párizsi világkiállítást követően összeveztek, és végül az egyesség úgy született meg, hogy a városnak ajándékozzák ezt az arany koszorút. Az arany koszorú a Somogyi Könyvtárnak a muzeális értékei között. És Boros Gyula idősügyi referens gondolt egy nagyot néhány héttel, hónappal ezelőtt, mi lenne, ha betélkedőt hirdetnének a kávéházi zenekarok számára. A gondolatot tett követte, és ennek végeredményét láthatja most a szegedi közönség. Ezen az estén három fellépő, azaz három prímás méri össze erejét, a Rajkó zenekart nem kell bemutatni. Nos, ennyi bevezető után következik a Rajkó zenekar, prímások Rózsa Zoltán és Fehér Gyula, és énekelni fognak Budai Beatrix és Jenei Gábor. Fogadják szeretettel a Rajkó zenekart!
zakaj. Este, gyere, késő este, zakaj, ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, ne gyere, még itt vagysz a kicsi szobám ablóra. Este, gyere, késő este, zakaj, ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, ne gyere, még itt vagysz a kicsi szobám ablóra. Este, gyere, késő este, zakaj, zakaj. Akárhogy szívják a bábat, mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszél, nem hiszek a mesére, látom csak a fejnek a lányoknak. Nékem jó, így jó nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. De akármit is beszél, nem hiszek a mesére, szép jó estét kívánok mindannyiuknak, nagyon örülök, hogy itt lehetek Szegeden, nagyon szépen köszönöm a vezetőségnek, Boros Gyulának a meghívást, és nagyon szépen köszönöm én személy szerint is, hogy eljöttek ilyen sokan egy ilyen nagyon nívós és nagyszerű rendezvényre. Én Budai Beatrix vagyok, és kérem, hogy ha úgy tartja kedvük, akkor énekeljenek velem az elkövetkező pár percben. Benne vannak? Persze. Na, hát mi sem egyszerű bennél. Rendben. És ha már itt vagyunk a Tiszaparton, nem hagyhattam ki a műsorokon az egyik legszebb dalt, melynek címe Álmodok Tiszapart. Yes.
Hajlik a lány, táncra perdül a húszvá cigány. Hajlik a